2015. november 19-én tartotta az Országos Tudományos Diákköri Tanács a 32. Országos Tudományos Diákköri Konferencia ünnepi záróülését a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Az OTDK a felsőoktatásban tanuló tehetséges fiatalok színvonalas bemutatkozási lehetősége. A megmérettetés minden páratlan év tavaszán 16 tudományterületi szekcióban kerül meghirdetésre. A pályamunkák bírálói a tudományos élet jeles képviselői. A tőlük kapott visszajelzés és értékelés jelentős segítség a pályázóknak a szakmai előrehaladásban. A hallgatók számára a részvétel már maga is dicsőség, hiszen a szekciókba, amelyek az egyes tudományterületek országos döntői, azok a fiatalok nevezhetnek, akik a megelőző intézményi kari konferenciákon erre teljesítményükkel jogosultságot nyertek. Az OTDK 6 évtizedes múltra tekint vissza. Az első intézményi tudományos diákköri konferenciákat 1951-ben rendezték az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, valamint a Veszprémi Vegyipari Egyetemen. Ezt követően 1955-ben vált országos mozgalommá a TDK. Töretlen a fejlődése ennek a mozgalomnak, hiszen most a 32. konferencián 4600 pályamunkát mutatott be, több mint 5500 hallgató. Miről van itt szó? Van az országban, a felsőoktatásban jelenlévő hallgatóság, és azok között azok, akik kiválóak és tehetségesek, és kellő szorgalommal és szerencsével, hogy mesterre találtak, többet teljesítenek, mint ami feltétlenül szükséges a diplomájukhoz. Jelenthetem, hogy ebből mindegy 15 ezer diák van most versenypályán. Két évenként országos tudományos diákköri konferenciát tartunk 16 szekcióban, de ezt megelőzi intézményi kari konferencia mindegy 2000, onnan durván 7000 dolgozatot jelölnek erre a konferenciára, ebből jött össze ez a 4600. A 4600 egyharmadát díjazzuk minősített helyezésekkel, és önök most itt 47-en, az aranyérmesek, többszöri leválogatás és zsűrizés, szigorú minősítés és minőségbiztosítás mellett elmondhatják magukról, hogy hallgatói életpályájuk, amelyre belépő a pályázat, hogy elsők voltak a TDK konferencián, de számít az ösztöndíj, a nyelvtudás és egyáltalán minden, ami felépíti egy hallgatói karriert, ma az ország tudományosságának jelesei előtt és készfogásukkal aranyérmes TDK-sok lesznek. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács feladata alapvetően a felsőoktatási intézményekben folyó hallgatói tudományos és művészeti tevékenység segítése, a diákköri mozgalom országos képviselete és összehangolása. Az OTDK a tehetséges hallgatók munkájának támogatásán túl a tanárok és diákjaik közötti kötetlen szakmai véleménycserére is lehetőséget teremt. A tudomány nemzetközi világában kulcsfontosságú, hogy miként tudnak az egymást követő kutatói generációk hatékonyan együttműködni, működő közösséget alkotni. Hogyan tudják az idősebb, tapasztalt kutatók inspirálni a tehetséges fiatalokat, és megtanítani nekik a tudományos kutatásnak nem csak a módszertanát, nem csak a hozzá mögötte álló tudományos eredményeket, hanem azt az emberi magatartást, emberi viselkedést, azokat az emberi etikai normákat, amik a tudományos kutatáshoz elengedhetetlenül szükségesek. Hogyan tudják beintegrálni a fiatalokat a kutatói közösségbe? És hogyan tudnak ebbe a közösségbe a fiatalok új szemléletet, energiát, dinamizmust, elszántságot hozni? Most olyanok is vannak itt ebben a teremben, akik a katedra mellől vagy a padból, de megmutatták, hogy miként lehet a területeken eredményeket elérni. Az OTDT egész tevékenysége során együttműködésre törekszik a Magyar Tudományos Akadémiával és annak intézményeivel, valamint más kutatóintézetekkel, országos tudományos és tehetséggondozó szervezetekkel, az oktatásért felelős minisztériummal, kiemelten annak felsőoktatásért és tudománypolitikáért felelős szervezeti egységeivel, illetve a felsőoktatásban érintett további minisztériumokkal.
Nemzetközileg is elismert, jó hírű, a társadalmi kihívásokra válaszolni képes, gazdasági sikerességünket alapjában meghatározó felsőoktatási rendszert szeretnénk működtetni. Ehhez azonban saját magunknak is magasra kell tenni a lécet. Olyan minőséget, tudást és lelkesedést kell mutatnunk, amely példaértékű lehet a hallgatóinknak a saját hivatásukban. Ebben pedig az önök mindennapi munkájának meghatározó szerep jut. Szeretném, ha a hallgatók minél több, önökhöz hasonló, felelősségtudattal rendelkező, hivatásukat magas szinten művelő oktatóval találkozhatnának a hazai egyetemeken, ahol az új nemzedék tagjai tudást és küldetéstudatot egyáltalán tanulhatnak önöknek. Hiszen jól működő felsőoktatás nem valósulhat meg az egyéni teljesítmény, a tudás és a tudomány kreatív alkalmazása nélkül. Az OTDK mindig rendkívül széles társadalmi összefogással valósul meg. A tudomány, a kutatásfejlődés, a gazdasági világ a cégek, vállalatok számára is fontos, hiszen egy-egy termék piaci értékét ma már a befektetett szellemi tőke, a tudás határozza meg nagy mértékben. Érdekes látni például, hogy a személy- és teherlogisztika területén micsoda fejlődés áll előttünk. Társadalmi és vidéki népesség eltartó hatása is van annak, hogy Németországban, Franciaországban például már 250 kilométerről is bejárnak az emberek dolgozni, kevesebb, mint egy óra alatt. Érdekes és érdemes lenne ezt nagyobb régiós szinten, akár EU szinten, helyi érdekektől függetlenül átgondolni, és például a hazai nagysebességű közlekedést megszervezni. Nem úgy, mint az Intercity esetében, ahol sokszor már gyakorlatilag 20 kilométerenként megáll a vonat, mielőtt felgyorsított volna. Ugyanilyen kérdés számunkra például az időjárási szélsőségek miatt keletkező terméskiesések és toxinok kérdésköre a mezőgazdaságban. Ezek egyes termelőknél már olyan szinteket ütöttek meg, hogy a hízósertő sem volt hajlandó megenni az abból készült takarmányt, pedig igazán nem egy válogatós állat. De ugyanilyen kérdések számunkra nagyon volatilis világpiaci árak, a geopolitikai alapú beavatkozások a kereskedelemben, jó példa erre az orosz embargó, az országos és ágazati szintű szakember és tudáshiány, a már érvényes és a jövőben várható szabadkereskedelmi megállapodások hatása, az EU-s támogatáspolitika, az egyre növekvő jövedelemkülönbségek, és mindennek összefüggése a migrációval, az észak-afrikai élelmiszerhiánnyal, és a különböző kultúrák és vallások közötti feszültségekkel, amelyek geopolitikai kérdéseket vetnek föl. A Bonafarm ZRT vezérigazgatója hozzátette, a következő években bizonyos kutatásterületek növekvő hangsúlyt fognak kapni. Ezt a nézőpontot erősítve az ünnepi záróülésen bejelentette, hogy az eddigi 100 000 forint helyett mostantól kezdve 200 000 forint pénzdíjjal támogatják a tudományos diákkörök legeredményesebb hallgatóit, valamint biztosította a jelenlévőket arról is, hogy a Bonafarm ZRT a következő OTDK szponzorálását is vállalja. A 32. Országos Tudományos Diákköri Konferencia több ezer pályázó, hallgató, konzulens, bíráló, szponzor, valamint érdeklődő tevékeny részvételével zajlott. Az OTDK-ra 5 fél évben lehetett jogosultságot szerezni az intézményi és karitédéke konferenciákon. Az 1886 konferencián 13.301 pályamunkát mutattak be a hallgatók, akiknek munkáját 16.279 témavezető segítette. Az OTDK-ra javasolt pályamunkák száma 7.291 volt, amelyek közül 5.005-öt neveztek be. A 16 tudományterületi szekció 525 tagozatában végül 4.602 pályamű ismertetésére került sor. A kiosztott helyezések száma 1.499, az OTDT szabályainak megfelelően kevesebb, mint a bemutatott pályamunkák egyharmada. A legtöbb pályamunkát ezében a műszaki tudományi szekcióban mutatták be, összesen 540-et, őket követte az orvos és egészségtudományi szekció 500 előadással. Néhány intézmény több szekció rendezését is vállalta. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem 2-2 szekciót bonyolított le. Az idei évben az OTDK történetében először egy szekciót egy határon túli városban, Kolozsváron tartottak meg. A fizika, földtudományok és matematika szekció szakmai szervezője a Bábes-Bolyai Tudományegyetem, szakmai társszervezője a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, szervezője a Kolozsvári Magyar Diák Szövetség volt.
A lebonyolítás nagyon jól sikerült, a résztvevő hallgatóknak és oktatóknak egyaránt egészen különleges élményt jelentett. Az OTDK két évente megrendezett ünnepi záróülésén 1989 óta hagyományosan Prosciencia aranyéremmel tüntetik ki az ország 45 legkiválóbb hallgatóját. Emellett 2005 óta további két Pro Arte aranyérem kerülhet kiosztásra a rendezvényeken. A díjakat idén dr. Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke, dr. Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, és Csányi Attila, a Bonafarm ZRT vezérigazgatója adták át a legkiemelkedőbb eredményeket elérő 47 fiatal diák tudósnak. Az aranyérmesek között további külön díjakat osztottak ki, melyeket a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, dr. Ári Tamás Lajos, az Oktatási Jogok Biztosa és a Pro Progresszió Alapítvány ajánlottak fel. Az ünnepségen a hallgatókon kívül a felkészítőknek, tanároknak is több elismerést adományoztak az oktatás területén folytatott kimagasló tevékenységükért. Honoris causa Prosciencia aranyéremmel tüntették ki azokat a professzorokat, akik pályájuk során példamutatóan segítették a magyar felsőoktatás műhelyeiben folyó diák tudományos munkát, továbbá sokat tettek a hallgatók, valamint az őket segítő, velük együttműködő oktatók, kutatók társadalmi és szakmai elismerése érdekében. Az új aranyérmeseket dr. Harsányi Szabolcs Gergő, a Prosciencia Aranyérmesek Társaságának elnöke köszöntötte, majd a mesterek kitüntetése következett. Mestertanár aranyéremmel összesen 54 oktatót tüntettek ki. Az elismeréseket dr. Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke, és dr. Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár adták át a díjazottaknak. A kitüntetett tanárok munkája azért is példaértékű és elismerésre méltó, mert a bírálókhoz és a zsűri tagokhoz, továbbá a szervezőkhöz hasonlóan, ők is térítésmentesen végzik feladataikat az OTDK során, ezzel komoly áldozatot hozva a fiatal tehetségekért. Többen vehették át a Máriás Antal aranyérmet is, melyet az OTDT 2001-ben alapított a közgazdaságtudomány neves professzorának tiszteletére és emlékére, aki a tudományos diákköri mozgalom egyik legkiemelkedőbb, legnagyobb egyénisége volt. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács ügyvezető elnökségének a TDK-t támogató kiemelkedő munkásságot elismerő kitüntetése a mozgalom szimbólumát megjelenítő OTDT aranykitűző. Ezt idén öten vehették át. Az elismerések sorát a sajtódíj átadása zárta. Ezt az az újságíró, szerkesztő, média személyiség kaphatja meg, aki munkásságával hozzájárult ahhoz, hogy a tudományos diákköri tevékenységről, annak céljairól és eredményeiről, a tudományos diákköri eseményekről a magyar társadalom hiteles és pontos tájékoztatást kapjon az írott és elektronikus sajtón keresztül. Az ünnepélyes záróülés végén az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar zenei tanszékének kamaraének együttese középkori énekekkel emelte a rendezvény fényét, majd a rendezvény szervezői állófogadással vendégelték meg az esemény kitüntetettjeit.